ahogy apukám szokta említeni, és ez mindenre is igaz, hogy jobb láb a gázon, bal pedig a jobban, és akkor addig megyünk, ameddig csak tudunk. Török Dóra Melinda az Egyetemi Európa Bajnokság alkalmából a Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar színeiben képviselte a Szegedi Tudományegyetemet kickbox sportágban point fighting kategóriában. Az edzői stáb teljes elismerését kivívta teljesítményével, 3 győztes mérkőzéssel megszerezte az első helyezést és az ezzel járó Európa bajnoki címet. Dóri a Halker Király Team versenyzője, valamint edzőnövendéke, mindezek mellett aktív versenyzője az Újkigyúzsi Halker Király Team kickbox csapatának is. Egyéb iránt az Alkalmazott Pedagógiai Intézet óvodapedagógus képző tanszékének hallgatója, ahol éppen gyakorlatát tölti, mint leendő óvónő. Én érettségi után, én 2020-ban érettségiztem, utána kihagytam idézőesen 2 évet a felsőbb oktatási szintből, és akkor elmentem edzőnek tanulni, szóval igazából foglalkozom vele, meg van róla papírom, de ott az alatt a 2 év alatt jöttem rá, hogy nekem rettentően hiányoznak az óvodások, mert nekem otthon volt óvodás csoportom, külön én kis edzettem őket, meg igazítottam őket az útjukon, és nagyon hiányoztak. És innen jött az, hogy akkor most szeretnék óvónéni lenni, mert tényleg ez az a korosztály, akivel szeretnék foglalkozni, mert őket még tudod a helyes útra terelni, hogy vajon mi lesz nekik jó, meg mi az, ami annyira nem. Nagyon szeretem a gyakorlati napokat, most például ebben a fél évben csak hétfőnként vagyunk bent, én az STA óviba járok, és ma például egy mindennapos mozgásos foglalkozást tartottam a gyerekeknek, de ezen kívül kell majd még külső világot tartanunk, akkor vizuális tevékenységet, illetve majd versmesés foglalkozást is. Már az első fél évben is elkezdtek az obis gyakorlatok, akkor péntekenként jártunk, most az annyiban változott, hogy hétfőnként járunk 7:30-tól 12:30-ig, de összesen amúgy 45 órát kell teljesítenünk egy fél év során. 3 különböző foglalkozást kell már ebben a fél évben tartanunk, versmesét, külső világ megismerését és mindennapos mozgást, és ez abban különbözik, hogy meg vannak adva a témahetek, és arra a hétnek megfelelően kell behoznunk az adott mesét, vagy a mozgást, és erre kell felépítenünk. Például nekem most a héten a liba témakörbe kellett mesélnem a gyerekeknek, úgyhogy izgatottan várom, hogy sikerült. Mindenkinek van egy saját mentor óvónénie, és a mentor óvónéni segít neki megtervezni a foglalkozást, illetve abban is segít, hogy hogyan kell ezt felépíteni, hogy hogyan csalogatom oda a gyerekeket, illetve hogy miknek kell megvalósulniuk egy foglalkozáson belül. Jelen állás szerint nekem nagyon jó mentor óvónénim van, és nagyon motivált vagyok abban, és ő is hozzátesz, hogy miután lediplomáztam óvónéniként tudjak elhelyezkedni. Dóri az Egyetemi Európa Bajnokságon megszerzett érmen kívül számos díjazást tudhat magáénak. 2019-ben átvette a Wenkheim Krisztina emlékdíjat az Újkígyósér közalapítvány kuratóriumától. 2020-ban az Újkígyós sportjáért járó kitüntetést ifjúság kategóriában. Emellett felnőtt magyar válogatott, egyetemi játékok győztes, az utánpótlás Európa Bajnokság második helyezettnek járó díj tulajdonosa, többszörös magyar bajnok kickboxos, aki Európa Kupa bajnok, valamint világkupa győztes is. Emellett edzőként is tevékenykedik, így járulva hozzá az utánpótlás neveléséhez. Hetente 4 edzésünk van, ez a versenyzői csoporttól az úgynevezett elvárt szint, de ha már felnőtt kategóriában versenyzik az ember, minél több edzésen vesz részt, nyilván annál nagyobb lesz a fejlődése, és annál jobban tudja tartani a tempót a felnőttekkel. Én magákat, az edzéseket nagyon szeretem, nagyon jó hangulatban telnek, nagyon családias, és ilyen tipikusan mindenki jóban van mindenkivel, és az a célunk, hogy segítsük a másikat. Az akkori edzőm az anyukám legjobb barátnője volt, és ez mind onnan jött, hogy én óvodáskorban nagyon sírós kislány voltam, tehát hogyha már rám néztek, én sírtam. Anyák napján nem tudtam elmondani egy verset sírás nélkül, hogy ilyen nagyon kis gyenge személyiség voltam. Úgyhogy anyukám úgy gondolta, jó, akkor ezt most már itt így jó lenne valami megoldást találni rá, és ahogy már említettem, levitt az akkori legjobb barátnőjéhez, aki elkezdett engem kinevelni, akkor voltam mindösszesen 6 éves. És hogyha gyorsan számolunk egyet, és most vagyok 21, akkor 15 éve csinálom, és a mindennapom része. És azóta annyira jól sikerült az anyukámnak, hogy a mai napig benne maradtam. Ezt kimerem jelenteni, hogy egy igazán sportos család vagyunk, hiszen anyukám az fiatal korában kézilabdázott, apukám az judózott,
és mindemellett autocrossozott is. Akkor öcsém az társas táncot, kickboxozott és most már autocrossozik is egymás mellett, tehát lefedi az egész hétköznapjainkat és hétvégéinket. Szerencsére már olyan szinten van ez az egész, hogy edzés nélkül nem tudok tanulni. Úgyhogy ha én felállok az iskolapadból, nekem az az első, hogy én elmegyek és edzek egyet, akkor kitisztul az agyam, sokkal jobban érzem magam utána, sokkal felszabadultabbnak, és sokkal jobban tudok koncentrálni bármire, mint például a tanulásra is. Úgyhogy edzés után hazamegyek, és akármeddig kell, akkor én szépen leülök, és akkor megtanulom, mert csak akkor tudok figyelni. Ezt a kickbox sportágat egy víváshoz tudnám hasonlítani, tehát itt az a lényeg, hogy egy bizonyos idő alatt minél több pontot tudjál szerezni a másikon. Tehát itt az is kimutatkozik, hogy nagyon fontos a gyorsaság, a koncentráció, az, hogy egyáltalán ne adsz fel a meccset, hiába bárhogy állsz, akár vesztésre, akár győztesként jössz ki a végén, tehát neked az elejétől a végéig maximálisan oda kell koncentrálnod, mert bármi megtörténhet. Úgyhogy igen, így visszavezetve a tanulásra, így hatalmas koncentrációt, türelmet és kitartást is adott. Most már szerencsére volt részem abban, hogy saját óvis csoportot neveljek fel, és azért a gyerekekhez kell a türelem. Mindaz, hogy átad nekik a tudást, és úgy add át nekik a tudást, hogy ezt ők meg is értsék, mert ez egy dolog, hogy én értem, de hogy mégis lefordítani az ő kis mesenyelvükre, baba világukra, hogy ők ezt tényleg fel tudják fogni és meg tudják valósítani, illetve a saját társaimmal szemben is sokkal türelmesebb vagyok a hétköznapjaimban. Nagyon szeretném, hogyha ezek megmaradnának, hiszen nekem további célom az, hogy olyan óvodapedagógus legyek, aki előnyben részesíti ezeket a sportfoglalkozásokat, akár rendes óvodai napok keretén belül, vagy óvodai foglalkozások mellett véghez vinni. Úgyhogy remélem tudom majd őket kamatoztatni, illetve a szakdolgozatom is mozgással kapcsolatos dolog lesz, mert ez viszonylag testhez álló téma. Csak most vagyok a harmadik fél évenben, de már el kellett kezdenünk azon gondolkozni, hogy mégis milyen témában szeretnénk ezt csinálni. Az én témám pontosabban a koordinációs létrehasználata lesz az óvodásoknál, mind ebben azt fogjuk felmérni, hogy milyen szinten van az adott gyerek a koordinációs létrehasználata előtt, és hogyan fog fejlődni, mire eléri a 6 éves korosztályt, hogy iskolába mehessen. Dórinak bőven van már tapasztalata a versenyzésben, ezért nem volt számára idegen helyzet az egyetemi Európa-bajnokság. Szerencsére volt már benne annyi tapasztalatom, hogy nem igazán rémültem meg ettől a megmérettetéstől, hiszen ez egy egyetemi bajnokság volt, kizárólag csak olyan versenyzők vettek részt, akik valamilyen felsőoktatásban tanulnak nemzetközi szinten. Úgyhogy voltak ellenfelek, akiket már ismertem, és régebb óta együtt veszünk részt bizonyos versenyeken, és néha a sors is úgy akarja, akkor együtt kell megküzdenünk. Ez az egyetemi Európa-bajnokság, ez Zágrában volt megtartva, Horvátországban. Kettős érzelmeim voltak előtte, hiszen nekem ez volt az első egyetemi bajnokságom. Hiába van már több száz verseny a hátam mögött, világbajnokság, világkupák, Európa-kupák. Mégis ez valahogy máshogy jött át, hogy itt igenis nem csak a csapatomat képviselem, hanem mindemellett képviselem Magyarországot és az egyetememet, ahol tanulok, és szeretnék minél jobb eredményt elérni. És a felkészülésemben is hatalmas segítséget nyújtott az edzőistáb, aki mögöttünk áll mindig, és lelkileg is nagyon támogattak minket, mint ugye a testi felkészültség ügyében is. És ahogy visszaemlékszem, ahogy én megláttam a sorsolást, hogy kivel fogok kezdeni, és hát egy igazán kis szerencsétlen sorsolás, illetve ez a sorsfintorának is nevezhetjük, mivel egy olyan horvát lánnyal bunyóztam, akivel már évek óta majdnem minden versenyen, csak az elmúlt időben volt egy ilyen kis szünet, hogy nem találkoztunk, illetve nem úgy jött össze soha. És amikor felálltam vele szembe a pástra, éreztem magamon, és tudattam is magammal, hogy itt nem jöhetek le vesztesként, hogy igenis meg kell csinálnom, meg kell mutatnom mindenkinek. Nem volt egy egyszerű meccs. Nagyon kiélezett volt az utolsó másodpercig, és mikor az én kezemet emelték a magasba, egyszerűen csak boldog voltam, hogy igenis most ezt megcsináltam, és tényleg úgy éreztem magamat, mintha a 8-at döntőben egy EB döntőt vívtam volna, mert annyira fej-fej mellett haladtunk folyamatosan, de én egy olyan versenyző vagyok, hogy nem a technikai tudással van a baj, hanem egy kicsit érzelgősebb vagyok, hogy nekem a lelki világomra kell hatni, és hogyha rám kell szólni, akkor rám kell szólni.
és ezt időben észrevette az edzőm a hátam mögött, úgyhogy ha ő nem lett volna, akkor én szerintem ott összeomlok. Pont a napokban beszélgettük ezt anyukámmal, hogy nagyon régen volt már az, hogy én sírtam. És ez lehet egy hátrány is, de lehet egy előny is. Nem nevezném magamat emiatt érzelmetlennek, igenis érzelmes vagyok, csak most már ennek köszönhetően máshogy élem meg az érzelmeimet. Nem feltétlen mutatom a külvilágnak, pont lehet emiatt, a kis sérelem miatt, ami bennem maradt, hogy akkor az óvodában mindig rám szóltak, hogy na igen, már nem tudsz elmondani egy verset sírás nélkül. Hát most meg már sajnos, vagy nem sajnos, ezt már így kinevelték belőlem. De igyekszem azért kimutatni azoknak az embereknek, akiket szeretek, hogy tényleg is tudok sírni, akár az ő örömökben, vagy bánatukban is. Dóri elárulta, hogy ő hogyan élte meg azt, hogy sírós kislánynak tartották, valamint azt is, hogyha óvónőként találkozik majd hasonló szituációval, hogyan reagálná azt le, ezúttal a másik oldalról szemlélve a helyzetet. Nekem sajnos ez nem pozitív irányban történt meg, hanem igenis leszittak, hogy bár pedig sírni nem szép dolog. Hát akkor én odaállnék emellé a kislány, vagy kisfiú mellé, megfognám a kis kezét, és akkor közösen elmondanánk a verset anyának, vagy mamának, vagy bárkinek. És hogyha kell neki ez a lelki támogatás, akkor igenis támogatni fogom. Ahogy már említettem, tesóm az autókrosszozik, és néha van olyan lehetőség, hogy nők is részt vegyenek bizonyos futamokban. Ez azt akarja, hogy akkor csak lányok ülnek a volán mögött, és ők vezetik az autókat. Úgyhogy tényleg csak nőkkel méretem össze a tudásomat, úgyhogy hát fogom, beülök a testvéremnek a kis versenyautójába, és akkor ami a csövön kifér, azt csináljuk végig, de ahogy apukám szokta említeni, és ez mindenre is igaz, hogy jobb láb a gázon, bal pedig a jobban, és akkor addig megyünk, ameddig csak tudunk. Hát, ahogy már említettem, volt lehetőségem arra, hogy az óvodás korosztállyal is tudjak foglalkozni, hát csak ők ugye megnőttek, ők most már a versenycsoportnak, a versenyzői csoportnak a részesei, így már részt vesznek a versenyeken is, és annyira megmaradt köztünk ez a kis kötődés, hogy nem is szívesen szeretik, hogyha mások ülnek be mögöttük egy edzés vagy egy versenyen, és hogyha lehetőségem van, akkor mindig hazamegyek és ápolgatom őket a kis útjukon. Majd erre az saját edzőm is felfigyeltek, hogy hát egész ügyesen csinálom, és hogy látszik a gyerekeken is azt, hogy tényleg azért csinálják, mert élvezik és szeretik, és nem azért, mert anya-apa nyomja hátulról, hogy igenis menjél, és akkor versenyről versenyre megyünk, hanem tényleg azért járnak, mert olyan családias légkört sikerült felépíteni a gyerekekkel, hogy már szívből jön nekik ez az egész, és hiába 9 évesek, már teljes mértékben elköteleződtek emellett a sport mellett. Ehhez kapcsolódva volt lehetőségem arra, hogy már a tavalyi utánpótlás világbajnokságon is részt vettem, mint edző, de viszont idén értünk el olyan sikereket, hogy idézőjesen megszületett az első Európa-bajnokom. Ráadásul nem is egyszeres Európa-bajnok lett ezen a versenyen, hanem kétszeres, hiszen a saját kategóriáját is megnyerte, és a csapat versenyen is aranyéremmel zárta ezt az eseményt. Volt már olyan, hogy éreztem ezt a kiégéshez közelítő utat, és pont akkor jött az élettől egy hatalmas nagy pofon, mert akkor igazából le kellett, hogy álljak. Sajnos volt egy térsérülésem, aminek műtét lett a vége. Úgyhogy emiatt sajnos ki kellett hagynom 2 évet, és pont ez a 2 év világított rá arra, hogy igenis nekem hiányzik, igenis csinálnom kell, és hogyha bármi történik, akkor mindenáron vissza szeretnék menni majd. Mint aktív versenyző nem feltétlenül szeretném tovább folytatni a pályafutásomat, de mint edző igenis szeretném, hogy minél több gyereket tudjak felnevelni ebben a sportágban, illetve tovább tudjam örökíteni azt az óvodapedagógus színvonalat, amit itt magamévá tudtam.